Krisztusban, kedves testvérek! Kisgyerek koromban Tiszaparton nőttem fel, és aki látott már ilyen Tiszapartot vagy folyópartot, az látta már biztos azt is, hogy milyen az, amikor már hetek vagy hónapok óta nem esik rendesen nedvesség, hogy hogyan cserepesedik ki a föld, és hogyan töredezik össze, főleg az ilyen agyagos földek. Járni is nehéz rajta, kőkeményé válik, és az ember látja, hogy igazából csak arra vár az egész föld, hogy végre nedvességhez jusson, és visszatérjen az élet valahogy ebbe a megkeményedett és kicserepesedett földbe. Ez a kép jut eszembe akkor, amikor a zsidó népnek a mesiás várására gondolok. Ugye Ábrahámnak a története, a zsidóknak a története, az több mint 1800 évvel Krisztus előtt indul, és ebben az 1800 évben a zsidók gyakorlatilag ebben a várakozásban éltek. A bűnbeesés óta hordozza a világ, és utána hordozza a zsidó nép azt az ígéretet, hogy egyszer jönni fog egy szabadító. Jön egy szabadító, aki az embereknek az összetört életét, a bűnökben elmerült életét, a fájdalmait valahogy enyhítő módon, valahogy egyszer rendbe teszi újra a világot. És különösen ebben a várakozásban éltek, akiknek valamilyen módon sérült volt az élete. Vagy a lelkükben, vagy a testükben. Ez amikor az ember érzi, hogy már minden evilági lehetőséget felhasznált. Amikor már mindent megtett azért, hogy jobb élete legyen. Amikor már mindent megtett azért, hogy a lelke egy kicsit valahogy az összetörtségből a virágzó korszakába éljen. Amikor mindent megtett egy gyógyulásért. Amikor mindent megtett azért, hogy a gyermekeinek az útját egyengesse vagy elindítsa ezen a világon. Szóval amikor már mindent megtettem, és amikor már egy-egy kudarca időt vállalkozásomban szemben, már mindent megtettem, és mégsem sikerül, akkor az ember azt mondja, hogy itt már emberi segítség nincsen. Itt kevés az én okosságom, kevés a világ okosainak minden kincse, kevés az orvostudomány, minden kevés ahhoz, hogy az életem kimozduljon ebből a kudarcos állapotból. És ilyenkor az ember még inkább arra gondol, hogy van az életnek egy szerzője, van ennek az életnek egy irányítója, van egy életnek, az én életemnek van egy gondozója, aki jobban tudja, hogy én mikor indultam el anyám méhében, és miért akkor indultam el, aki jobban tudja, hogy miért ennek a világnak, vagy a társadalomnak ebben a szakaszában élek, tudja, hogy meddig tart az én pályám, és tudja, hogy van-e, hogy milyen értelme van a megoldhatatlan dilemmáknak, és milyen értelme van olykor a betegségnek, a fájdalomnak, vagy a gyásznak. És az ember, amikor ennyire megérzi, hogy az egész élete és annak minden alakulása a saját ügyességén és okosságon túl azért az Istenen múlik, akkor az ember nem marad csendben, hanem oda kiállt az Istennek, mint ahogy oda kiáltott ez a vak is. Ugye a másik evangélista megnevezi, ez a vak Bartimeus talán senkinél nem várta jobban az ott lévők közül, akik ott kísérték Jézust, és ott hallgatták, meg ugrándoztak, meg dicsőítették. Talán senki nem várta annyira, és hordozott 600 éven keresztül a zsidó nép egy jövendőlést. Ugye sok proféta jövendőlt Jézusról, de úgy gondolom, hogy Bartimeus ezt a jövendőlést nagyon tudta. Izaiás proféta írja valamivel több mint 600 évvel Krisztus előtt, hogy akkor majd megnyílik a vakok szeme, a süketek füle hallani fog, ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongja, ujjong. Nem csak az ígéretet hordozta a választott nép, hanem hordozták ezeket a jövendőléseket is. Hogy ez a mesiás, ez nem egyszerűen csak a lelkeknek a javára jön, mert ugye a legfontosabb az, hogy a léleknek örök életet adjon, hogy megváltást szerezzen, hogy az embernek a halál után egy boldog élete lehessen, de akinek az élete valamilyen testi módon sérült, az legalább annyira várja ezeknek ezt a szemeket megnyitó, a füleket megnyitó, a sántákat meggyógyító mesiás. Legalább annyira várják a testi nehézségeik miatt, mint amennyire várták a lelküknek a szomorúsága miatt. És ebben a várakozásban, ebben a lelket és testet
meggyógyító várakozásban élte a maga életét. Nem tudjuk, hogy vakon született, mint ahogy más történetben benne van, hogy valaki vakon született, és ott Jézus ugyanúgy gyógyít. Nem tudjuk, hogy mennyi ideje, de én azt gondolom, hogy aki a szeme világát akár csak egy napra vagy egy hétre is elveszíti, az tudná, hogy mekkora nehézség egy embernek az életében ez a vakság. Ott hordozta a maga nyomorúságát, és tudta, hogy e világi vagy földi gyógymód nincsen. És hordozza ezt az ígéretet, és várja, hogy egyszer csak megjelenjen. És amikor Jézus áthalad úgy, hogy ő ott koldul valahol egy kicsit odébb, akkor hallja ezt a zsibongást. Talán hallott már korábban is arról, hogy itt megjelent valaki, aki talán ő a Messiás. Azért mondja, hogy talán, mert jöttek és mentek proféták Krisztus előtt is ebben a világban, és sokakról azt hitték, hogy talán ő a Messiás. Ugyanígy hitték Keresztelő Jánosról is. Keresztelő János egész életében menteketőzött, és mindig azt kellett bizonyítani, hogy higgyétek már, hogy nem én vagyok a Messiás. Annyira tiszta életű volt, annyira értelmesen, világosan beszélt, kiszolgáltatta a bűnbánat keresztségét, egész életében mentegetőznie kellett. Amikor meghallja Bartimeus, hogy arra megy, ez a, akiről talán azt mondják, hogy ő a Messiás, hallja az újongást. Hogy ott tolonganak, hogy hallgatni akarják, hogy érinteni akarják. Néha hallja a döbben csendet, amikor Jézus tanít, és mindenki némán marad, és csak beszívja az életnek az igéit, amiről Jézus beszél. Tehát nyilván nem lehetett összetéveszteni. Nem egy egyszerű kereskedő, nem egy egyszerű proféta jár arra, hanem valószínűleg ő a Messiás. És ebben a helyzetben azt mondja ez a vak, hogy na hát, életemben már minden lehetőség elmúlt, ahhoz, hogy én a látásomat visszaszerezzem. Itt van ez a Messiás, akiről ilyen jövendőléseket ismerek, hogy megnyitja a vakok szemét, meg a sántákat, meggyógyítja meg a süketeket, hallóvá teszi. Itt és most összeszedi a bátorságát, és átkiabál a tömegen. És azt mondja, hogy Uram, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Ugye ez a Dávid fiának azért akárkit nem hívtak, tudták, hogy a Messiás Dávid családjából, nemzetségéből születik. Amikor ő azt mondja, hogy Dávid fia, akkor azt mondja, hogy tudom, hogy te vagy a Messiás. És átkiabál a tömegen. Itt és most. Ez a lelkület számunkra, egy ilyen összekeveredett világ számában, összekeveredett világnak a közepén élve, azt gondolom, hogy ez az itt és most magatartás egy nagyon fontos magatartás. Szóval olyan ritmusban gyorsul körülöttünk a világ és azoknak az eseményei, hogy az ember nem mondhatja azt, hogy talán majd holnap vagy holnap után. Vannak helyzetek az életünk során. Vannak helyzetek a barátságainkban, a szerelmeinkben, vannak helyzetek a házasságunkban, vagy a kisebb vagy a nagyobb emberi közösségünkben, vannak helyzetek a saját személyes életemben, amikor azt kell mondanom, hogy én itt és most lépek. Ez a vak talán kockáztatott. Ott megjelentek körülötte mások, akik nem akarták, hogy ő ott belekiabáljon a világnak, majd Jézusnak ebben a menetelésébe. Nem számít. Az ember néha érzi, hogy nem megy tovább. Hogy én ebben az állapotban még élhetek még egy évet, vagy ötöt, vagy 25-öt, és ki tudja, hogy van-e még valamilyen lehetőségem arra, hogy változtassak az életen, de amikor ott és akkor adódik egy lehetőség, hogy én valamit fordítsak, kicsit vagy akár nagyon jelentőset fordítsak az életemen, akkor nekem itt is most lépni kell. Ez a vak, ez nem egy emberhez, nem egy kuruzslóhoz, nem egy orvoshoz fordult, hanem az Istenhez fordult, de az Istennel való kapcsolatában azt érezte, hogy itt és most. Nem számít, hogy mi jön, nem számít, hogy félreállítanak, rám szólnak, kidobnak, nem számít, Isten felé én itt és most lépek egy nagyon komolyat. Átkiabálok az engem körülvevő tömegen, amelyek azért úgy befolyásolják az én magatartásomat, de most nem akarom, nem számít, hogy ki mit mond. Én itt most Isten felé kiáltok egyet, hogy hozzon ki engem ebből a nyomorult állapotból, amit számomra éppen a vakság jelent. Szóval vannak ilyen itt és most helyzetek a mi életünkben is. És az embernek bátorság kell, hogy merjen lépni. Bátorság kell ahhoz, hogy itt maradjon ebben az országban, bátorság kell ahhoz, hogy elmenjen. Mindenki látja a saját életének az alakulását, és tudja, hogy vannak itt és most helyzetek, amikor nekem lépnem kell. És sok bizonytalan talajra lehet lépni ezen a világon, egyet tudott ez a vak, és egyet tudnunk kell nekünk is, hogy amikor Isten felé lépek egyet, akkor ez nem a bizonytalanság talaja.
Mert nem lehet olyan életet élni ezen a világon, amire azt tudnám mondani, hogy most engem elhagyott az Isten. Hogy most nekem kiment a lába való minden talaj, és az egész életem egy ilyen ingoványos talajon mozog, és nem is tudom, hogy a következő lépésben éppen elmerülök, tönkre megyek, szomorú leszek, depressziós leszek, vagy éppen valami jót léptem, és ebből nekem kivirágzik az életem. Világi dolgokban sok a bizonytalanság, de amikor az Isten felé lép az ember, akkor azt tudja, hogy az életem alakulhat így vagy úgy, itt vagy ott, a világnak bármely pontján. Amikor nekem Isten ott van az életemben, akkor van egy olyan biztos pontom, ami sosem hagyja, hogy én elmerüljek ennek a világnak a dzsumbujában. Szóval ezt a bátorságot veszi elő ez a Bartimeus, és Isten felé mer lépni. Nekünk úgy gondolom, hogy ebben kellene sokat tanulnunk ettől a vaktól, hogy az ember Isten felé merjen lépni. És nem arra, nem azon töprengeni mindig, hogy vajon majd mit szól a szomszéd. Hogy mit szól egy munkatársam, vagy mit szól az utca embere, hogyha azt látja az én életemen, hogy az Isten felé fordul. Amikor megjelentek körülötte az emberek, és azt mondják, hogy ráparancsoltak, hogy hallgasson. Hát megjelennek körülöttünk emberek, akik néha ránk parancsolnak, hogy fogd be a szádat. És nem csak kívülről jönnek dolgok, hanem belülről is jönnek dolgok. Az életnek a valamilyen szépségei, vagy valamilyen kívánságai, valami kényelmessége, és belülről kiabál. És ránk próbál parancsolni, hogy nehogy már lépjél. Hát most akkor elveszítesz valamit a kényelmességedből, a komfortosságból, a jó megszokott életednek, a jó megszokott menetéből, belülről is kiabálnak. Azok csitították, ezek belülről is jöhetnek, amik rám szólnak, hogy ne lépjél. Várd meg, majd kiforog, vegyél egy lottót, valami majd alakul, de nehogy már te valamit felfordítsál abból a jó megszokott kis életedből, amiért olyan sokat dolgoztál, hogy ez megszülessen. Azok ráparancsoltak, de Jézus utána ráparancsol az ott levőkre, hogy hozzátok elém. És nem mindegy, hogy ki parancsol. A tömeg is parancsolt, hogy hallgass el, meg itt ez a mester, meg mi között neked ehhez, meg te egy vak vagy. Egyébként is a zsidók a betegséget mindig a bűnnek a büntetésként látták, te bűnös vagy, te hallgassál, éljél ott a magad nyomorában. Tehát ők is parancsoltak, de aztán Jézus is parancsolt. És ezt át kell gondolni egy embernek az életében, hogy nekem is parancsol sokszor a világnak a törvényei, a világnak a menetrendje, a munkahelyemnek a feszítése. Sok parancs jön számomra a világból is, de az Isten is parancsol. Hogy én merek-e inkább az Istennek a parancsaira hallgatni, mint amit a világ parancsol nekem. Itt hiába parancsolt a világ, amikor Jézus parancsol, akkor a vak feláll, és oda viszik hozzá. Mert nincs mese, amikor az Isten parancsol, akkor nekem arra kell figyelnem inkább, mint arra, amit a világ követel, vagy parancsol nekem. És akkor oda megy a vak Jézushoz, és akkor megkérdezi Jézus, hogy mit akarsz, mit csináljak veled. Na hát ez milyen kérdés ez Jézustól? Hát amikor egy éhes embernek azt mondom, hogy adok neked egy aranyat, hát ezzel a szomjúságán mit segítettem? Vagy egy vakemberről mire lehet számítani? Hogy adjál nekem egy harmadik lábat, hogy biztosabban járjak? Hogy mi? Teljesen egyértelmű, de Jézus azért megkérdezi, hogy te mondd meg, hogy te mondd meg, hogy neked most mi kell ahhoz, hogy az életed minőségileg jobb legyen. És persze azt mondja, hogy Uram, az, hogy lássak. Ha most odaállna Jézus eléd, és azt mondaná, hogy na, akkor te mondd meg. Hogy te mondd meg, hogy most mi kell neked. Lehet, hogy nem vagy vak, vagy lehet, hogy van valami konkrét. Egyet kérhetsz. Tehát nincs az, hogy akkor most ezt, meg azt, meg azt, meg azt, még tedd meg nekem, hogy nekem jobb életem legyen. Ha most azt mondaná neked az Isten, hogy egyet kérhetsz, mit kérnél? Hát tudod ezt így most hirtelen gondolni, hogyha most azt mondaná neked az Isten, hogy amit kérsz, azt adom. Hogy akkor most mit kérnél? Mi a legfontosabb most az életedben? Mi a legfontosabb jó, és mi a legfontosabb hiány az életedben? Ami nagyon kéne ahhoz, hogy úgy érezd minden reggel, hogy érdemes fölkelni, és minden este úgy érezd, hogy ma is érdemes volt élni. Most mit kérnél? Az embernek úgy hirtelen azt gondolom, fel is dobódik néhány gondolat. Néhány, nem egy. Vagy lehet, hogy valakinek csak egy van, mert az éppen nagyon hiányzik az életéből, de nekem azért valahogy az Isten előtt állva mindig rendelkeznem kell egy olyan állapottal, hogy Uram, ezek az én élet. Egy térképet kell csinálni az életemben.
hogy itt vannak az én életemnek az örömei, a jó dolgai, stb. Itt vannak a nehézségeim, de igazából nekem ez az egy dolog kéne ahhoz, hogy én hozzád ragaszkodóbb életet éljek, hogy több legyen az életemben az öröm, hogy gyógyultnak érezzem magam, hogy a világ, hogy érezzem az életemen, hogy az Isten, hogy Krisztus csókja vagyok a világ számára. Aki előhoz az életéből egy csomó jóságot, mert vannak adottságai, vannak jó körülményei, vannak jó kapcsolatai. Szóval mi kéne neked most ahhoz, hogy minőségileg úgy érezd, hogy nekem mától sokkal jobb az életem, ha ez megtörténik velem? Ez azt kérte ez a vak, ami neki akkor igazán kellett is. És mi a következő mozzanat ennek az evangéliumnak a sorában? Mi a következő mozzanat, amit a vak csinál? Jézus azt mondja, hogy a hited megmentett. Mi történik? Ott hagyja az egész városát, ott hagyja az egész nyomorúságát, ahol élt, és azt mondja, hogy elindul Jézus után, dicsőíti ő az Istent, és az ő látványán az, hogy a vak meggyógyult, megy az egész nép, és dicsőítik Jézus, hogy ezt művelte. A változás, ami létrejön az életemben, azt eszközli, hogy én közelebb leszek az Istenhez, és dicsőítem az Istent azért, hogy nekem életet adott, hogy ezt gondozta, hogy megmentette, hogy mindig annyi erőt adott, hogy a terheimet viselni tudjam, dicsőítem az Istent. Ennek a vaknak nem csak a gyógyulást kell látni az életében, hanem a gyógyulás utáni magatartását is. Én úgy gondolom, hogy életünk során már sok mindent kaptunk az Istentől. És amikor az embernek elkopik az életében azok az örömök, amelyeket az ilyen isteni ajándékokon keresztül juttatott az élet az Istenben, akkor az ember ott érzi magát az elkopottságban, és ott érzi magát a nyomorúságban megint. És csak az életének az éppen itt és most megjelenő terheit látja, és nem gondol arra, hogy mennyi jó dolgot kapott már az Istentől. Én úgy gondolom, hogy nekünk az életünk egyik nagy hiányossága, hogy elfelejtünk életünknek a jó dolgai fölött örülni, és mindig csak a feladatot, mindig csak a terhet, mindig csak a megoldhatatlan gondokat görgetem magam előtt. Hát látni kell ennek a vaknak az életében, hogy azért ő hálát ad. Dicsőíti és követi Jézust. Vissza kell gondolni életennek a jó periódusai, jó dolgai, a jó döntéseire, és ezeknek az örömében, ezekkel való hálaadásnak az örömében, ezekért való hálaadásnak az örömében kellene visszaállítani az életemet egy sokkal optimistább mederbe, mint ahol éppen most van. Úgy gondolom, hogy a Bartimeusra tekintve azt mondhatjuk, talán egy kicsit irigykedve is, hogy milyen könnyű volt neki hát így találkozni Jézussal. Hát persze, hogy nagyot fordul az ember az élete, amikor így szembe találja magát Jézussal. És megadja az életében azt a nagy megoldást, amit ő már nem lát megoldhatónak a saját életében. Helyrehozza az életét, amikor én már nem látom helyrehozhatónak. Amikor tele vagyok kétségekkel, bizonytalanságokkal. És azért azt gondolom, hogy a legsimábban menő emberi életben is azért felfelütik magukat a kétségek és a bizonytalanságok. Azokban az életekben is, amit mi kívülről nagyon kiegyensúlyozottnak látunk. Ott vannak kérdések, titkos vágyak, beteljesületlen dolgok, azért mindenkinek az életét valamilyen módon megpróbálja a világ. És azt mondjuk, hogy persze, ha egyszer így odaállna én Jézus, és azt mondaná, hogy életednek legnagyobb terhét megoldom. Szóval ez az ő könnyebbsége a mi látószögünk szerint. De én azt gondolom, hogy amikor Jézus elmegy ebből a világból, és elküldi számunkra a Szent Lelket, akkor azért küldi el, hogy számunkra az Istent, ahogy Jézus hozzáférhetővé tette az Atyát az emberek számára, ugye a lélek hozzáférhetővé teszi nekünk Jézust. A Szent Lélek az, aki hozzáférhetővé teszi számunkra az Istent. Ezt nekünk át kell gondolni, nem csak pünkösd idején, hanem mindig, amikor az életünknek a különböző szakaszait éljük, hogy nekem vajon a Szentlélek, a hozzávaló imádságok, az én bérmálásomkor belém költözött Szentlélek, ez mennyire motiválja az én életemet, mennyire tudom megkeresni és megtalálni az Isten kezét, éppen azért, mert a Szent Lelket kérem, hogy legyen jelen az Isten az életemben. Hogy ne csak a saját okosságomra tudjak támaszkodni, hanem tudjam azt, hogy az Isten mit, miért akar velem. Hogy miért ad meg dolgokat, és miért nem ad meg dolgokat az életem során. Én úgy gondolom, hogy a Szentlélekkel való kapcsolatunk azért hiányosságokat szenved. Istenhez imádkozunk, és tudjuk, hogy
hogy a Szentlélek ugyanaz, meg Jézus is ugyanaz, mint az Atya, de nekem itt a Szentlélek, aki Jézus távozása után eljön a világba, az életemnek, az élő Isten kapcsolatomnak a kulcsa. Hogy én a Szent Lelket kérjem azért, hogy világosítsa meg az életemet, hogy jó döntéseket tudjak hozni, hogy adjon erőt ahhoz, hogy a számomra olykor elviselhetetlennek tűnő életkörülményeket is viselni tudjam, hogy több bátorságom legyen, hogy megtaláljam az életemnek a számításait. Szóval sokat kell kérni a Szent Lelket, hogy belülről engem tegyen a saját döntéseim nyomán, de tegyen kiegyensúlyozottá és békességessé. Azt gondolom, hogy a világban rengeteg a bizonytalanság, rengeteg az életemben is a nyugtalanság vagy az idegesség, drámák és fájdalmak történnek, és ezek sokszor eltakarják az életemnek az örömeit, és elfeledkezem arról, hogy mindezeket én akkor tudom jól viselni, akkor tudom a bánatok között az örömeimet is megtalálni, ha a Szentlélekkel nekem élő kapcsolatom van. A Szentlélek nem tesz mást vagy többet, mint amit Jézus tett, csak próbálja bennem ébren tartani azt, amit Jézus értem tett. És Jézus csak két dolgot tett ezen a világon, rendvezette a kapcsolatomat az Istennel, amikor az életét adta, lehetőséget és perspektívákat nyitott még a halál után is, és rendbe akarta tenni a kapcsolataimat egymással, egy másik emberrel. Barátaimmal, családommal, gyermekeimmel, házasságommal. Rendbe tenni az én kapcsolataimat. Ezeket a dolgokat tett. Ezt tartja bennünk szinten élő módon a Szentlélek. És abból tudod meg, hogy a Szentlélekkel neked valóban jó kapcsolatod van, hogy működik az Istennel való kapcsolatod, hogy hiszed azt, hogy nem csak ez a világ van, hogy hiszed azt, hogy a megváltottság az ebben a földi életben is meglátszik az én életemen is, örömeket szerez, és látod-e, érzed-e, hogy az emberi kapcsolataid azok egyre jobbá válnak. Amikor ezek düledeznek az én életemben, amikor megbocsáthatatlannak tartom az Isten felé a betegségeket, vagy a halálokat, vagy a gyászokat, amikor dőlnek össze emberi kapcsolatok körülöttem, és nincs, vagy nincs erőm, vagy nincs kedvem, vagy nem működik jól, meg egyáltalán csomóféle alakulása van az emberi személyeknek, azért, mert a társadalom ilyen, meg olyan, meg a politika ilyen, meg olyan, és elvesztek barátokat, társakat, munkahelyi kapcsolataim, sok romlást is megtapasztal az ember. Én azt gondolom, hogy ebből tudjuk meg, hogy az Istennel kapcsolatos dolgok, lelki érzéseink hogy működnek, meg az emberi kapcsolataink hogy működnek. Ebből tudjuk meg, hogy a Szentlélekkel nekem élő kapcsolatom van, avagy nincsen. Mert az embernek óriási kísértése van, főleg akkor, amikor okos és én nagyon érti a dolgát, a szakmáját, amit csinál, az embernek nagyon nagy kísértése van, hogy én megoldom, köszönöm szépen. Hogy az Istennek ehhez nem sok köze van. Hogy éppen én most hol élek, mit csinálok, sikeres vagyok, vagy nem. Úgy gondolom, hogy az egész történetnek a legfontosabb mozzanat az, hogy amikor az Isten ajándékát átveszi ez a vak, akkor megindul, és elkezdi követni Jézust. Gondold át a saját életedet, és gondold meg, hogy mi mindent művelt veled eddig az Isten életed során, és hogy mekkora lendületeket vettél, vagy nem vettél az életednek az alakulásai után, mekkora lelkesedés volt benned ahhoz, hogy Jézus szerint rendezd át az életedet. Én úgy gondolom, hogy sosem késő. Az embernek ezt 40 évesen is át kell gondolni, meg 80 évesen is át kell gondolni, hogy tudok-e fordítani valamit az életemen, hogy ez inkább Krisztus követő életté változzon. Azt gondolom, hogy ezek a Krisztus követő változások, ami a vak életében vagy a mi életünkben is történhet, azért mindenképpen számunkra sokszor felfoghatatlan, meg az Isten titokzatos módján, de mindenképpen jobbá és boldogabbá tud válni az életünk ezen a világon. És ez a Krisztus után való elindulás tesz majd bennünket teljesen boldoggá a halál túlsó oldalán, az Atya országában. Amen.